A szevasztok, fiúk, lányok, sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit újfent. Egy kis szőszenettel érkeztem így az Úr napján. Tovább pörgetjük ezt a kis Long Darkot. Viszont... Valami nem jó. Nem jó mentést töltöttem vissza, úgy tűnik, vagy elrontottunk egy mentést. Hiszen innen már réges-rég tovább álltunk. Ne nézzük csak meg, játékbetöltés. Last checkpoint, 6-a, 5 óra 1. Igen, ezt kéne betölteni. És ugye itt már a kép is más volt, nem tudom, hogy sikerült rosszat... Így, nem tudom, hogy sikerült rosszat betölteni. Hol vagyunk és hová megyünk? Ja, ide tartunk föl, a karbantartó udvarhoz, igaz? Azt meg nem néztük meg, ha jól emlékszem. Arra felé igyekszünk túlterhelten. Pont van itt néhány autó, ezekbe bekukkantunk, hogy mi újság van. Akkor utána kéne elmenni majd oda föl valahogyan. Ugye térképeken áthidalva. I don't know how. A platókban valószínűleg, soha nem lesz semmi. Viszont a kesztyűtartóban annál inkább. De azt látom, hogy minden... A rádió nem működik. Gyertya? Jufa, az van mindenkinél. És hogy vagyunk? Ugye azt mondja, hogy... Ja igen, megyünk a Legendary Spearért, és... Most nappalodik? Tehát most fog kivilágosodni. Az viszont egészen kiváló. Antibiotikum. Másiknál le se néztünk a földre. Volt a földön valami? Gyufa és gyógyszer. Hát szerencsére nem nagyon volt szükségünk. Én azt gondolom, hogy jól toljuk a játékot, mert amúgy az elején nyilván kellett gyógyítgatni magunkat, de azóta nem nagyon volt szükség gyógyszerre. Egyszer ettünk valami rossz kaját. Nem olyan régen, aztán ennyi volt a hiba, amit elkövettünk. Months without pay, igen. Hónapok óta nincs lóvé. Érted, ami nem értek én angolul. Felvesz, jó lesz ez még később. Mi ez a zene? Húskex, az kb. Örökre eláll. Ték. Na nézzük, mi van a fiókban. Mi kesztyű? Megnézzük. Nem tudom, hogy milyen kesztyű van rajtam. De mindjárt megnézzük, hogy... Érdemes-e megejteni egy cserét. Fémfű? Ó, fémfűrész. Gondolom ez kiváló lesz fémet bontani, ugye, mintha ezt kérte volna. Káskesztyű, nehéz bőrkesztyű, arra terül meg, hogy viselkedjünk a területen. Oké, tehát nem meleg. Tehát ez egyértelműen le is írták, hogy ezt felejtsem el, hogy én ezt ízmelegítésre szeretném használni. Nézzük, ez egy 74%-os. Ehhez képest ez a kesztyű... Határozottan jobb, úgyhogy ezt megfogjuk. A másikat ezt el is dobjuk a francba, nincsen rá szükség, köszönjük szépen. Már is melegszünk fel, úgy látom a kesztyűnek, hála, vagy nem tudom, hogy mi történik itt. Paskályha. Kérdés az, hogy gyújtsunk ebe. Ötszer, az mindig jól jön. Csi, az is jöhet. Azt nem értem, hogy az üdítők... hogy nincsenek megfagyva. De úgy látom, hogy tudnánk tüzet rakni, itt van ágy. Gyakorlatilag itt van minden. Use lights, azok a fények. Ennyit értettem. Ki is merült az angol tudásom sajnos. Várják, utassuk csak szépen. Van jó izém.
Iható víz. Elvisz. Nem tudom minek amúgy, tehát csak súly. Na ez kell, ez nem kell. Cipő, ez se kell. Új csoki szeret 83%-os, úgyhogy elvisszük. Akkor nézzük is meg gyorsan. Kajapia, ugye a rendezés, az nagyon fontos. Eldobjuk. Ugye mi? Hoppá. Várjál már. 5 darab 36%-os van, hát akkor mindet eldob. Nem fogjuk a sárgákat megtartogatni amúgy, mert már beszívtuk, már volt ebből ilyen kis mérgezésünk. Na ez kell nekem, az energia szelet amúgy. 33%. Nem rizikózunk, inkább veszek egy izét. Ezek egy, mi az Isten, pineapple peaches-t, ami őszi barack konzerv lehet, vagy mi az ez. Oké, veri is be szépen arcba. Kívánó, és akkor még ezeket eldob. Ja, az üres konzervekre nem hiszem, hogy nagy szükség lesz. 31%. Minden le van amortizálva. Itt nincs egy fiók, de... Fájdalom csillapító, könyv, mouse, deszka... A kukában még soha nem találtunk érdemben semmit. Abban sem vagyok biztos, hogy általában találtunk-e bármit, és szerintem, hogy általában sem találtunk semmit, de érdemben meg végképp nem. Nézzünk még itt körül hátul. Jó, hát... Tudom, hogy mi legyen. Igazából aludni tudnánk itt. Borzasztó mennyiségű fát szét lehetne itt bontani. Tehát, hogy tudjunk tüzet is rakni. Ez zárva van. Viszont, hát csak van itt való kulcs hozzá a környéken, nem? Én azt gondolnám, hogy... farkasok, bakker. Bejöttek utánam, vagy nem? Jön befelé. És az ajtót meg nem lehet becsukni. Nem tudom, hogy be tudott volna-e ugrani, meg azt se tudom, hogy csak egy jött-e, de nem akarnám erre pazarolni a lőszert. 12%-os a puska. Meg kell nézni, hogy itt fel tudunk-e menni valahol. Ezek után, hogy mennyire jó ötlet. Arra felé elindulni, mert ott nem csak egy farkast láttam. Viszont a kulcsot azt lehet, hogy ott fent fogjuk megtalálni, nem is itt. Mert tervezők logikája mentén végig haladva, itt még benézünk a földre. Kulcs soha nem ott van, ahol a zár. De mindig valahol máshol találjuk meg, és akkor vissza kell menni. Még azt megnézzük, az ott mi? Az. Megvizsgáljuk, meg erre hátra még elnézünk, bár itt, ahogy nézem, csak raklapok vannak. Hát itt semmi érdekeset nem találok. Itt kezdünk átfagyni. Gondolkodom a tűzgyújtáson, de... Nem tudom, ide bejövünk, akkor az már segít nekünk annyit, hogy visszafelé pluszolódjon a... A baj, hogyha megbontjuk a fát, ha kezdünk fát bontani, ugye az is sajnos
és sajnos viszi a drága időnket. Látszik is, hogy hogy kúszik fel a nap, nagyon borzasztó, nagy tüzet nem szeretnék egyébként rakni. Annyi kéne csak igazából, hogy elkezdetként hideg lenni. Annyi kéne csak, hogy rendesen vissza tudjunk melegedni. 55%. 95. Hát akkor maradjunk annyiban, hogy nem fogjuk most elhasználni egy gyújtófolyadékot, tehát 95 fölé semmivel nem megyünk. Az, hogy a papírral is ekkora az esélyünk, azt nem tudtam. Csak nem tudom, hogy ezt mennyi időnk van rátenni. Késkezi csókolom desert, uram. Öccse bátya, tűzgyújtás, yes. Most kéne gyorsan megpakolni, bontott fa. Oké, 1 óra 54 perc. De rájövünk, és akkor még annyit lehetne csinálni egyébként, hogy egy csésze kávét igazából rádobhatunk. Vagy nem is izé kéne. Egy csipkebogyó telt, bár már nem tudom, hogy ez a HP-t restorolja. Na várjál, desert, hát ne szopassál, így már csak úgy lehetne jobban szivatni, a kis és nagy betűt is használnál. Ja, hogy mi a szitu erre felé? Ez azért kemény volt, így mondom, kis nagybetű variációval soha el sem olvastam volna. Hát a szitu, nagyon komoly szitu van, folyik az orrom, úgyhogy gyorsan kifolyom, aztán megbeszéljük. Hát most ránéztem, hát zavarba jöttem egyből, mit nem mondjak, nagy pillanat. Az a helyzet egyébként, hát mondom neked, hogy nem vagyok megelégedve a Twitch-el. Most kéne még... Én feldobok egy izét is. Csésze kávét is. Meg akkor közben nézzünk valami kaját még. Hogy ez a legszarabb, 71%, de jók vagyunk. Szerintem azt fogjuk csinálni, ezt itt jön... Jó, nem azt akartam menni, hello. Na mindegy. Jó, amíg az lesz, meg fogjuk inni a kávét, hogy át vagyunk melegedve. Ha bevertük a kávét, mentünk egyet. Na ez kemény, és még magánhangzókat is cserélte számokra. Hát kész, ki kellett volna, hogy bannoljalak, érted? Hát nem tudtam volna más tenni. Viszont... Ezt elszíveljük. Ucsó, ezt töltsd be, felülírjuk. Ezt, és akkor így át vagyunk melegedve, még folyamatosan melegszünk, és csak indulhatunk meg. És akkor nem tudom, hogy mi lesz, mert egy farkasról ugye végeztünk. De én szerintem legalább kettőt láttam, ami gond. Azt meg sem merem nézni amúgy, hogy hány kiló túlsúlyban vagyok. Ennyi volt a nagy kávé? Még nem tudom, mennyit tolt vissza. Felindultunk, jó felé, megnézzük, hogy egy az egyben fel tudunk-e oda menni. Vagy nem. USB másolás. Mi nem kerek? A tempó? Gondol a tempóval? Összes farkas itt van, mi? De mi van? Mi van? Lassú? Hát figyelj! Mit másolsz? Miről másolod? És mire másolod? Az én legjobb tudomásom szerint ugye a másolást nem sok dolog befolyásolja. Nyilván kell hozzá egy processzor, ami számolja az egész folyamatot. Nem hiszem, hogy a számottevő lehetne. Maga az eszköz, amiről meg amire másolsz, nyilván amelyik a lassabb eszköz sebessége fogja nyilván meghatározni ezt a dolgot. Ezen kívül még ott van a csatoló felület, és ami nagyon fontos, és sokan nem tudják, baromira nem mindegy, hogy sok kis fájt másolunk, vagy kevés nagyot. Na várjál, de most USB vagy SATA? Várjál, tempo, USB 2.0. Plusz külső ház, 30 mega. Hát most ugye
2.0-as pendrive-nál a 30 mega, az nem tudom, hogy rossz értéke. Szerintem az nem egy rossz érték. Nyilván ott olvasás történik, akkor nem írás. Nekem nem tűnik rossznak amúgy. Szatoszat a 140 mega. Hát az egy érdekes dolog. Szatoszata, hát hogyha vinyóról beszélünk, akkor az kimagasló érték, mert a Winchesterek igazából, ha ilyen 80-90 maximum 100 megával tudnak másolni, azok már jó merevlemezek, én azt gondolom. Ilyen 80 megától az már kiváló érték. SSD-n egy picit lassú, de mondom, az sem mindegy. Hát akkor az meg zseniális. 140 meg az zseniális vinyónál. Ugye mondom, még az sem mindegy, tehát hogyha sok kis fáj van, azzal az a baj, azt azért nem tudja gyorsan másolni, mert mindig elkezdi az írást, aztán lezárja, elkezdi lezárja, elkezdi lezárja, ezért van az, hogy sok apró fájt az sokkal nehezebb átmásolni, mint mondjuk egy hatalmas izót, vagy MKV-t, vagy bármit, amit elkezd és tolja, mint a barom. De egyébként Crystal Disk Mark, ezt tudom javasolni, ezzel gyönyörűen ki lehet mérni az eszközöket. Milyen írásra meg olvasásra képesek ugye egy szál magukban, akkor meg lehet látni, melyik láncem a gyenge. De tudok ajánlani kiváló pendrive-ot is egyébként. Én egy SanDisk-et használom, ugyanezt tudom ajánlani neked is. Aztán valamilyen 300-350 mega körül lehet vele csapatni. Az olvasás talán, az írás nem tudom, de nagyon-nagyon durva. VD? Nem tudom, én egyébként tudod mit szeretek? Én írtó... Opa. El tudok ezzel menni? Én írtózatosan Samsung fan vagyok, és ebből kifolyólag... Nagyon... Hát ezzel nem megyek fel. Nagyon... Ott van egy híd fönt. Nagyon elkezdtem húzni mostanában a Seagate-t felé. Hiszen a Seagate az gyakorlatilag... Az Istenem. Ó, bakker, azt nem mondta, hogy olvad a víz, és szétázott a ruhám. Hát kezd átázni. Szóval, mivel a Seagate maga a Samsung most már, ezért feléjük húzok. Majd az lesz, leveszem az oldalt, kiveszem a SATA kábel, plusz rápattintom a vinyót a külső ház helyett, és úgy lesz kopi. Az is egy kiváló megoldás. Sőt, hát sokkal kiválóbb azért egy SATA. Milyen kettes vagy hármas? SATA 3 az mennyi? Az ilyen 6 gigabit körül van, nem? Azt hiszem. Perszek. Mondjuk ezek ilyen, ezek azért nagyon jók, mert ezek ilyen rohadt elméleti határok, azt erőjátsz a 100 megával megy a vinyó. Ez jó nekem? Itt még mindig nagyon alacsonyan leszünk, nem? El tudunk erre menni? Ebből bármi is. Jó, hát most lehetne SATA 2, SATA 3, most mit tudom én. Hát nyilván mivel egy 9400F van benne, ezért valószínűleg nem egy régi lapról beszélünk. Nagyon-nagyon ideg van. Úristen, lábnyomok, valaki járt erre. Várjál, igen. Igen, a 30-as éveit kezdő, jóképű pécsi fiatalember. Ezt mindet a lábnyomból állapítottam meg amúgy. Látod. Ez az, amit soha a büdös életben nem mértem. Se az SSD-t, se a vinyó hőmérsékletét. És meg sem tudom mondani, hogy mi az a hőfok, ami egy merevlemez esetében kiváló értéknek számít. Hogyos dob, gyapjúsál, eldob. Gyógyszer. Ezt is eldobom. Hát a sárga, azt eldobálom. Mindet eldob. Mindet eldob. Nem, hát most nem tudom, hogy ez mi lesz. Visszisztító tabletta.
Én nem tudom, soha nem voltam a híve ennek a sok monitorozásnak. Ez mi? Perte, de mi az, hogy 40% ennél? Tabletta. Eldobjuk a rákba. Ezt is eldobjuk. Fenőkövet megtartjuk. Fájdalomcsillapítót is eldobjuk mindet. És eldobom. Antibiotikum, mindet eldob. Vagy marad még antibiotikum, vagy nem. De antibiotikum az már nincs is, csak fájdalomcsillapító. Hát akkor lehet, hogy az antibiotikumot visszaszedjük. Eldobálom. De mit csináljak? Mit csináljak ennyi gyógyszerrel? Hát még így is van 12 fájdalomcsillapító, meg 12 antibiotikum. Hol szedek be ennyit? Hol szedek be ennyit? Ó, bakker, ott egy farkas. Hát de megromlik és megbetegszek tőle, érted? Nézd meg, hát annyi fertőtlenítők, nem kell, akkor fájdalomcsillapítót visszaveszem. Íztisztító tabletta. Na jó, még azt is elviszem, de akkor ennyi. Többi az maradott. Hú, de hogyha nem romlik a gyógyszer, akkor mi az a százalékos érték? Mert hogy? Mert hogy a 6 darabos is lehet 27-es, meg lehet 41-es, és akkor nem igazán értem. Mire vonatkozik? Ha nem romlik. Hogy lehet 27%-os egy fájdalomcsillapító? Nem akarom azt a farkast beagrózni, megmondom őszintén. Azért, mert félek a farkastól, mert nem félek a farkastól, mert nem esz meg, csak megkóstol. Viszont nem tudom, hogy én hibáztam el. Hát a tőlem még 27%-os tudsz maradni egy óra streamnézés után, az kiváló, akkor a te elméd az kimondottan ellenáll mindenféle szellemi behatásnak. Úgy gondolom, az egy remek érték. A fájdalomcsillapítónak nincs ráuk, ez meg van marcangolva? Szóval valamit el akartam kezdeni ecsetelni. És nem egy freskót, az egészen bizonyos, hogy nem egy freskóról van szó. De hát... De hát kiment a fejemből is. Az a durva egyébként, tegnap vagy tegnap előtt pont azon gondolkodtam, hogy fönn akarom-e tartani én a gépen a Long Darkot, mert ugye már múltkor mondtam, hogy gondolkodom rajta, hogy egyáltalán tetszik-e nekem ez a játék, vagy nem. Arra jöttem rá, hogy sokszor van az, hogy nem tudom, hogy éppen milyen játékot kéne választani, meg tudod, próbálom kitalálni korábban azért legalább egy-két nappal. Azokat az embereket mondjuk nem tudom sajnos megérteni, hogy hogy csinálják, akik egy hétre előre kitalálják, hogy mivel fognak játszani. Még akkor is, hogyha szakma szerűen űzik ezt. Már az egy-két napnak is nagyon tudnék örülni, de az sem megy, mert ugye az egyik, tehát egyedül nem annyira szeretek játszani, és akkor mindig leegyeztetni másokkal. Ez az elég macerás, de amúgy rájöttem, hogy ez ilyen... Az ott mi hátul? Meg kéne nézni. Rájöttem, hogy így nagyon a pillanatnak kéne inkább élnem, megmondom őszintén. Mert amikor egy hangulatban vagyok, akkor borzasztóan tetszik ez a játék. Most is annyira el vagyok vele, annyira ellazít, hogy ez valami hihetetlen. Borzasztó jó. De hogy lettél leszólva? Nem, azt mondom, hogy ellenálló az elmét. Ilyen mának fizes holnap. Na, ez a beszéd. Ez a beszéd. Te valami banknál dolgozol? Mi van veled? Tudsz valami jó hitelkonstrukciót ajánlani? Mi az ott hátul? Vagy ez csak valami grafikai hiba? Vagy ez egy kerítés? Az egy kerítés? Ja persze, nekem. Minusz 50% THM. Azt jelenti, hogy felveszek 1 milliót. Egy év múlva kapok még felett. Ez mindenki jó járt. Nem mi ez? Hello! Kis kezű csókolom. Mi van itt? Jó napot! Jó napot! Jó napot!
Megcsukjuk, mert jön a medve. A napot, van itt van valaki? Várjál basszus, olyanokat írkálsz dezert, hogy abban a pillanatban felülírom a mentést, mert hát kiderül, hogy ez itt a medve rezervátum. Ide lenne bezárva a medve, itt élne a barlangjában. Elég kínos szituációt ott a szülő. Ja, ezért akartam beszélni, nem tudom, hogy elhagytam-e. Vagy még nem kéne jönnie, de hát rohamosan romlik a puskának az állapota, ez az egyik dolog. Nem tudom, hogy már meg kellett volna találni a fegyvertisztítót, de most már egyre inkább érzem a hiányát. Sokkal jobban tudnék örülni annak, várj, nincs is végig begombolva az inget. Sokkal jobban tudnék örülni annak, ha kevesebb lőszerem lenne, és jó állapotú lenne a puska. Tehát inkább lennék egy 100-as puskával, meg mondjuk 3 lőszerrel, mint 26 lőszerre, meg egy 12-es puskával. Megmondom őszintén, amit nagyon adnék még, az egy csigás íj. Ami el kell menni az izébe. Ide. Ja, hogy itt is kell átjönni. Oké, tehát akkor véletlenül jó irányba mentem. A kérdés az... Ja, mert itt akartam. Aha, itt akartam átmenni, hogy azt mondtam, hogy... Vagy nem, valamit elbénáztam. Eredetileg is erre akartam jönni fölfelé. Csak valahol eltévedtem. Jó volt ez. De visszataláltunk a helyes útra, az a lényeg. Visszataláltunk, az úr keze vezet minket. Egy farkas, jó napot! De most van egy kerítés, ez nagyjából úgy néz ki, mint hogyha ilyen fizikailag így el lenne zárva a külvilágtól. Miért van itt bent egy farkas? Azt mondja. Várjál csak. Itt kell nyomkodni, kettes. Oké, kipróbáljuk. Ez is működik a farkas ellen, igaz? Erre azt mondja Pill. Aminek megtudjuk hamarosan. Aha, csak sokkal feljebb kell célozni. Mondjuk van egy csomó flare-em is, amit el tudok dobálni. Na, de elkezdünk erre oldalni, mert a farkas koma vissza fog jönni. Ott egy farkas. Eszi a nyulat, ez gondolom nem az, amelyikre most ijesztettem rá. Így is boldogat lesz a házunk. Nagyon feljöttem a domboldalra. Elvigyük a gombát. Hol lesz az levesnek? Viszont megvan a célhelyszín, megvan a bevetési helyszín. Nem tudom, minek gyűjtöm amúgy a gombát. Annyi kaján van, hogy az valami borzasztó. Ez milyen állapotban leledzik ez a gomba? Vagy ez nem kaja lesz? Vagy ez valami craft item? Várjál, hát érted. Oké, ehető. Kiváló, hogy ehető, és akkor miért nem látom a kaja fülön? Ez az íze itt van. Farkásfül. Yes. Úgy tűnik, hogy ezt el kéne készíteni valamilyen módon. Esetleg főzés által. Szóval egy csigás íjat nagyon adnék. Kraftolható nyílveszőkkel. Én nem tudom, minden játékban szeretem. Én egy valamire vagyok nagyon ráizgulva. Rájz...
Oda néz, hogy kergeti a nyulat. Figyeld, ott hátul.